Nagykanizsa megyei jogú város önkormányzata milyen lehetőséget biztosít a nálunk vállalkozni kívánok számára? Ami nagyon fontos, és az előadásom elején szeretnék vissza is utalni az imént elhangzott előadásra, ahogy Zala megye, Nagykanizsa is egy stratégiailag nagyon fontos pozícióban van Európában. A versenytársainkkal szemben az jelenti az előnyünket, hogy kiváló földrajzi elhelyezkedéssel büszkélkedhetünk. Nagykanizsa városát három fő út érinti, valamint az M7-es autópálya, ami Budapestet és Horvátországot köti össze. Nagyon fontos megjegyezni, hogy Nagykanizsa határos Horvátországgal, így Horvátországgal kiváló üzleti kapcsolataink is vannak. Az európai kontextusba emelve városunkat itt jegyezném meg, hogy városunkhoz közel fut az európai 5-ös és 5/B számú közlekedési korridor. Nagykanizsától roppant közel található egy nemzetközi repülőtér Sármelléken, valamint, ahogy azt már Júlia is említette, 5 főváros fekszik roppant közel Nagykanizsához, mint Bécs, Zágráb, Ljubljana, Pozsony, stb. Mindezeket szem előtt tartva elmondható az, hogy Nagykanizsa valóban egy logisztikai csomópont, és az ide betelepült vállalkozások termékeiket tulajdonképpen lehetőségük van arra, hogy a kelet-európai piacot teljes mértékben ellássák. Az elsődleges kérdés a Nagykanizsára betelepülő vállalkozások szempontjából, hogy mi az, amiben mi segíthetünk. Itt a képen látható a Nagykanizsai Ipari Park, roppant hatékony értékesítést sikerült megvalósítanunk az utóbbi időszakban. Láthatják önök is, hogy már csak a zölddel jelölt területek, amik még értékesítésre várnak. Ez egy roppant gyorsan fejlődő gazdasági környezet. A modern pénzügyi és gazdasági környezetben rengeteg vállalkozás lát perspektívát, éppen ezért döntés is született arról, hogy további 520 ezer négyzetméterrel fogjuk bővíteni ipari parkunkat, hogy a további érdeklődéseknek és igényeknek is eleget tudjunk tenni. A területek közművesítettek, és nagyon fontosnak tartom elmondani, hogyha külföldi befektető érkezik Nagykanizsába, akkor azt ellensúlyozandó, pontosabban nem szeretnénk, hogy a külföldi befektető elvesszen a magyar jogszabályokban, illetve az ügyvitelben, és így az önkormányzat mindig biztosít egy csoportot, aki segíti a külföldi befektetőket ezekben az ügyekben, az adminisztrációban, az engedélyeztetési eljárásokban, amik azért nagyon fontos sarkalatos pontjai egy-egy beruházásnak. Az alábbiakban látható a Nagykanizsai Ipari Park számokban, ahogy azt önök is láthatják, az összterülete 1.340.000 négyzetméter, ami a hatékony értékesítésnek köszönhetően már ugye egyre több a betelepített területünk. A beépíthetőségi százalék 50, de helyenként 60%. A foglalkoztatotti létszám 4350 fő körül van, amelyből 3200 főt foglalkoztat a General Electric, ami az egyik legnagyobb vállalkozás ipari parkunkban. Számos nemzetközi vállalkozás települt be már az évek folyamán a Nagykanizsai Ipari Parkban, mindezek mellett természetesen nem elhanyagolható a helyi kis- és középvállalkozások szerepvállalása sem. Tovább haladva azon a vonalon, hogy az önkormányzat, illetve Nagykanizsa városa miben segítheti a hozzánk betelepülni kívánó vállalkozásokat, itt szeretném nagyon röviden egy pár mondatba bemutatni önöknek a vállalkozás támogató programot, amelyet Nagykanizsa önkormányzata 2011-ben hozott létre. Ez a vállalkozás támogatási rendszer tulajdonképpen két fő részből áll. Az első az a terekár támogatás. Annak a mértékét a betelepült vállalkozás dolgozói létszáma, illetve a befektetés volumene határozza meg a látható táblázat alapján. Nézzünk is egy nagyon rövid példát erre. Ha például egy vállalkozó 101 és
500 millió forint közötti beruházást valósít meg, és 21, illetve 50 fő között kíván foglalkoztatni munkásokat, akkor 25-40%-ig kaphat telekár támogatást. A másik támogatási forma a munkahelyteremtő támogatás, amelynek keretén belül a legfeljebb 50 főt foglalkoztató cégek minden új munkahely után 500 ezer forint támogatást kapnak, ez 50-nél több fő esetében pedig 400 ezer forint személyenként. A teljesség igénye nélkül össze is gyűjtöttem önöknek azokat a főbb iparágakat, amelyek Nagykanizsán megtalálhatóak. Ilyen a fényforrásgyártás, a logisztika, ugye, amint említettem, a kiváló logisztikai elhelyezkedésünk miatt, mehatronika, Nagykanizsán, nagyon nagy múltra tekint vissza a bútorgyártás, és ami rendkívül hangsúlyos és kiemelendő, az a vízkezelés és a vízkezelő cégek jelenléte. Szintén elmondható, hogy a cégek nem csak a helyi kis- és középvállalkozói körből kerülnek ki, hanem nemzetközi cégek is találhatók Kanizsán. Ahogy a Zala megyéről szóló előadásban is elhangzott, a megyei közoktatási intézmények, felsőfokú intézmények próbálják kiszolgálni a betelepülő vállalkozások munkaerő igényét. Nincs ez máshogy Nagykanizsán se. Nagykanizsának három szakképzőiskolája van, három szakközépiskolája, két gimnáziuma, egy egyeteme, valamint Nagykanizsán képviselteti magát a térségi integrált szakképzőközpont is, akik roppant rugalmasan állnak ezeré a kihívás és kérdés elé, és készen állnak az igény szerinti szakemberek átképzésére, továbbképzésére. Itt jegyezném meg, hogy ahogy az előbb is elhangzott, Nagykanizsához roppant közel található a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem is, ami szintén roppant szakképzett és értékes szakembereket bocsát a munkapiacra. És itt szeretnék megjegyezni, hogy kínai hallgatóval is rendelkeznek, van kínai hallgató. Tovább haladva azon a szálon, hogy hogyan segítjük a vállalkozókat, vállalkozásokat itt Nagykanizsán, szeretném bemutatni a Nagykanizsai Inkubátorházat is. Az inkubátorházban a kezdő vállalkozásokat nem csak olyan irodákat lehet nálunk bérelni, amelyek piaci áron alul vannak, így segítjük a kezdő vállalkozások piacra jutását. És ami talán még fontosabb, hogy kiterjedt kapcsolati rendszerünkkel még inkább segítjük a kezdeti nehéz időszakukat. Ahogy az a képen is látható, az inkubátorház számos konferenciának és gazdasági találkozónak ad otthont. Múlt hónapban egy kínai-magyar találkozót sikerült megszerveznünk. Konkrét megkeresés esetén természetesen örömmel állunk a rendelkezésükre. Én további nagyon kellemes és hasznos időtöltést kívánok önöknek, és minden megjelentnek pedig sok sikert kívánok az üzleti törekvéseihez.